Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy általános jóslás, és ennél a jóslásnál megkapod a választ a kérdésedre. Ez mindig akkor aktuális, amikor megtekinted ezt a videót. A fő téma itt van középen. Egy jó indulatú hölgy. Ez lehet valaki a környezetedben, a rokonságban, vagy egy jó barátnő, egy kellemes kolléganő, de ez a jó indulatú hölgy jelentheti a te hozzáállásodat, hogy jó indulatú vagy, hogy mindenkinek segíteni szeretnél. Előfordulhat az is, hogy néha ezt mások kihasználják. De megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. És akkor megkapjuk a választ arra a kérdésre, hogy ki ez a jó indulatú hölgy, vagy mit kellene változtatni a hozzáállásodon. És itt láthatóak a képek. Amennyiben te egy hölgy vagy, itt megjelensz újra. A jóindulatú hölgy az lehet a te tartásod, hogy te jóindulatú vagy másokkal szemben. Sőt, a kép megjelenik itt a gondolataidban. Itt van egy tolvaj. Az lehet, hogy valaki ellopott tőled valamit. Az is lehet, hogy valaki rabolja az idődet, meg az energiádat, és kihasználja az, hogy te ilyen jó indulatú vagy. De ez most megjelenik a gondolataidban, tehát rájöttél arra, hogy valaki kihasznál téged. Ez lehet egy nő, lehet egy férfi is. Mivel benne vagy ebben a helyzetben, ez betegít téged. Szeretnél ezen változtatni, és itt a gyermek meg a gólya jelenti a változásokat. Ez a tolvaj néha tud segíteni. Például, ha beteg voltál, akkor a tolvaj el tudja a betegséget távolítani, és lesz gyógyulás. Itt nem csak egy jóindulatú hölgyről van szó, hanem egy jóindulatú férfiről is. Ez lehet az apukád, lehet a főnököd, lehet a társad is. Sőt, az is lehet, hogy nem csak téged használ ki valaki, hanem ezt a férfit is kihasználják, az ő jó indulatát. Itt lesznek változások, pénz jön a házhoz. Az is lehet, hogy ez a jó indulatú férfi segít neked anyagilag, vagy a munkahelyen, hiszen a pénz meg a munkahely gyakran összefügg egymással. Nem csak a munkahelyen és az anyagiak terén lesznek itt változások, hanem itt látható egy találkozás, szerencse a párkapcsolatot illetően. Ez a kép ugyanúgy, mint a levél, utalhat szerződésekre is. Adásvételi szerződésre, bérleti szerződésre, vagy munkahelyi szerződésre. De ez a levél lehet egy jó hír, vagy egy meghívás, és itt látható a találkozás. Valami eddig betegített, a tolvaj ezt eltávolítja, de azért ügyeljünk a kártyánál a tolvajra, mert lehet, hogy valaki ellopott tőle valamit, vagy tőled, mert kihasználták az ő jó indulatát, vagy a te jó indulatodat, vagy rabolják az időtöket, az energiátokat, de ezen töprengsz, ezen elgondolkodsz, és lesznek itt változások, ezáltal javul az anyagi helyzeted,
Ez a pénz, ez nem csak az anyagiakat jelenti, hanem a belső értékeket is. Te értékes vagy ahhoz, hogy itt nemet mondj, és ne engedd azt, hogy mások kihasználjanak téged. Vagy ellopják a pénzedet, vagy kölcsön kérnek tőled, és nem adják vissza. Ez betegít természetesen. De lesznek jó változások nálad is, meg ennél a jóindulatú férfinél is. És lesz egy találkozás, lesz egy jó hír. És ez volt az általános jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!